Start elindult 2600 méteres Greenpeace Handicap 100.000 forint jackpot volt a helyi játékban. She Moves vette a legjobb startot, She Moves, valamint Ricoletta, ez az első két ló sorrendje. She Moves átadja a vezető pozíciót Ricolettának, War Master pedig beül a vezető lovak mögé a harmadik helyre, benne a falon pedig Rebel is. A mezőny második felében jelen pillanatban Contess és Robicon színei tűnnek föl, a lovak a túlsó oldalra érkeztek. 1300 méter van még hátra a versenyből, benne a falon She Moves, mellett egy picit előrébb pedig Ricoletta színei tűnnek föl. Folyamatosan második helyezései voltak Síkon és Gáton egyaránt, szoros harmadik Rebel is, mellette War Master felon csúszik följebb Contess, mellette pedig Rubicon. A lovak a túlsó oldal végén járnak, még mint egy jó 800 méter van hátra a versenyből, és talán most már át tudja venni a vezetést Ricoletta She Moves-tól. Ricoletta She Moves nagyon együtt, szorosan, mögöttük egyébként az egész mezőny, a kis mezőny nagyon jól együtt halad, Rebel is a harmadik, War Master a negyedik, majd jön Rubicon és Contess, semmi változás. A telivérek már a kanyar közepén járnak, könnyen kézből galopozik a falon She Moves is, és sokat jelenthet majd a végén a számára, kicsit kézzel már Ricolettát lovagolni kell. Negyedik, ötödik pozícióban is jönnek telivérek, Contess pedig a vezető lovak mögött szinte a falon helyezkedik, ez kifizetődő lett majd még a végén. A 400-as táblát elhagyva, szinte teljesen egy vonalban az egész mezőny, a falon She Moves folyamatosan támadja Ricoletta, She's Move Ricoletta, és kívül jönnek majd rohamok, jön War Master és Rubicon, akik nagyon sokat mentek kívül. She Moves azonban mindig tud újítani, She's Move még mindig vezet, azonban jönnek a Georgiev lovak, jön War Master, jön Ricoletta, közöttük pedig Rubicon, négyen teljesen együtt, fantasztikus küzdelem, és War Master talán hazaér. War Master Cserei Szabolcsal, a Talendi idei győztesével egy pazar finisht mutat be.